Üdvözöljük kedves nézőinket a Digital Talks mai adásában. Vendégem Bőger György, az E-commerce Hungary Egyesület elnöke. Üdvözöllek! És köszönöm szépen a meghívást, nagyon kedvesek vagytok, nagyon örülök, hogy itt vagyok. Megkérhetlek, hogy mutass be az egyesületet? Igen, annál is inkább, mert az alapító atyák közé tartozom. Ez egy elég régi egyesület, 2005 környékén alakult. Akkor néhány lelkes ember összefogott, akkor bontakozott ki Magyarországon az elektronikus kereskedelem, nagyon kevés webshop volt, és konferenciákon összejöve alapított egy egyesületet, és akkor is elnök voltam 3 évig, ugye utána elnökségi tag, aztán következett egy kihagyás, és most november óta megint én vagyok az elnök. Ugye e-commerce, tehát az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó cégeket fogja össze, jelenleg 3 tagozatban, 3 nagyság méret szerint szervezett tagozatban, kisvállalati, középvállalati és nagyvállalati, és van még egy business-to-business csoportunk, tehát olyan cégek, amelyek nem kereskednek, hanem szolgáltatásokat nyújtanak, kutatnak, ők alkotnak egy magegyesületet. Tehát nagyjából ez az egyesület érdekvédelemmel, evangelizációval, az elektronikus kereskedelem népszerűsítésével foglalkozik. Tudnál mesélni az e-kereskedelem múltjáról, jelenéről és jövőjéről? Tudnék, egyike voltam azoknak, akik koromnál fogva először próbáltam ki itt Magyarországon az elektronikus kereskedelmet. Én igazából onnantól számolom ennek a megjelenését, amikor az Amazon megjelent a porondon, és valamikor a 90-es éveknek a végén én is rendeltem valamit Angliából méghozzá, és egyébként között azért Angliából, mert Magyarországon még nem nagyon voltak akkor igazából webshopok. Tehát úgy indult az egész, hogy ha visszamegyek a gyökerekig, hogy demokratizálódott az internet, ugye megjelent a Netscape navigátor, nagyon könnyű volt felmenni az internetre, megjelentek az első e-kereskedők, volt egy nagy fellendülés a nemzetközi porondon még az ezredforduló környékén, ami a dotcom válságban végződött, tehát egy nagy kiábrándulás, nagy csalódás. Volt olyan karácsony abban az időszakban, amikor rengeteg rendelést nem tudtak teljesíteni a kereskedők szerte a nagyvilágban, mert olyan sok volt a rendelés, hogy nem készültek fel logisztikából igazából. És aztán beindult egy nagyon szép fejlődés az új évezredben. Hogyha ránéz az ember a grafikonokra, akkor egy olyan exponenciális görbe rajzolódik ki, tehát elég lendületesen. Ugye az elején ez könnyű volt megcsinálni, mert amikor nagyon pici, akkor elég könnyű duplázni. De az elmúlt években is nagyon szép számok voltak, és mára ugye Magyarország kereskedelméből ez egy elég komoly részt hasít ki magának. A pandémia elég sok iparágat megrázott. Az e-kereskedelemre milyen hatással volt az elmúlt 2 év? Az e-kereskedelmet is megrázta, de pozitív értelemben, bár ugye ennek nem biztos, hogy jó kicsengése van, mert ugye a járvány az egy szörnyű dolog, de óriási növekedés volt tapasztalható szerte a világban. Tehát, hogyha nézek nemzetközi számokat, akkor találok olyan országokat, és nem is apró országokat, vagy ilyen egzotikus távoli országokat, hanem komoly nagy országokat, hogy egyszerűen megduplázódott az e-kereskedelmi forgalom. De mindenki otthon maradt, átállt home office-ra, a boltok egyszerűen bezártak, tehát ott a pandémia elején, amikor 2020 márciusában, ha jól emlékszem, bezártak a boltok, csak az élelmiszerboltok maradtak nyitva, meg a drogériák. Tehát az emberek rászorultak arra, hogy elektronikus kereskedelemmel próbáljanak meg árucikkekhez jutni, és aki kipróbálta, az azt tapasztalta, hogy ez működik, jó és megbízható. Tehát az első évben, ugye 2020-ban egy nagyon látványos, ilyen 40% fölötti növekedés volt tapasztalható Magyarországon a forgalomban, és ez még az előző évben, tehát 21-ben is folytatódott. Nem akkor a lendülettel, tehát értelemszerűen egy kicsit visszavettünk a lendületből, de a számok most is látványosak. És mennyire voltak felkészülve a cégek erre? Én szerintem ezt, én úgy láttam, hogy ezt elég rugalmasan vették. Tehát én nem nagyon tapasztaltam olyan problémát, mint ugye meséltem itt a hőskorban, hogy mennek a karácsonyi rendelések, és senki se gondolta volna, hogy karácsonykor ennyi zoknit meg könyvet fognak vásárolni. Tehát én nem tapasztaltam azt, hogy különösebb probléma lenne. Nagyon sokat fejlődött a rendszer, nagyon könnyű használni, nagyon jó logisztikai megoldások alakultak ki. Ugye most már a kiszállításnak sokféle módja van, a fizetésnek sokféle módja van, és mindenki szabadon választhat. Tehát szerintem ezt az akadályt a magyar szektor az elég jól vette. Minden dicséret megérdemelnek azok, akik ezzel foglalkoznak. És milyen kihívások voltak ezeknek a cégeknek?
ebben az időszakban? Pandémia? Pandémia alatt? Ugye voltak változások. Hát az egyik ez a mennyiségi változás. Ez mindenképpen, ugye az elmúlt időszakban a pandémia óta eléggé megnövekedett a csomagküldés, ugye csomagpontos kiszolgálás, amikor csomagautomatákba érkezik az áru. Tehát azt láthattuk itt az elmúlt évben is, hogy százával telepítették ezeket az automatákat. És volt egy szerintem nagyon kedvező átállás, amire szintén fel kellett készülni, hogy az emberek kezdtek eltávolodni a készpénztől. Tehát a készpénz, az ember nézte a tévét, olvasta az újságokat, akkor egy olyan szennyes dolognak tűnt, hogy megfogom akkor a vírus átkerül rám. Tehát korábban általában az embereknek a nagy része az akkor fizetett készpénzzel, amikor megkapta az árut, és most lendületet kapott az elektronikus fizetés, kártyával való fizetés, vagy átutalással való fizetés, és erre fel kellett készülni például. Tehát, hogy a futároknál legyen olyan megbízható készülék, amivel nagyon egyszerűen meg lehet oldani ezt az egész elektronikus fizetési dolgot. Tehát ez például egy kihívás volt. Tehát voltak a csomagpontok, akkor ami nagy növekedést értek el, aztán volt a készpénz, a kártyás fizetés. Csomagautomaták, a kártyás fizetés. Belendültek egyes szektorok, tehát egy nagyon érdekes fejlődési tendencia az e-commerce történetében, hogyha visszamegyek a kezdetekre, hogy az FMCG szektor, tehát amit a közértben szoktunk vásárolni, élelmiszer, háztartás, vegyipari termékek, kozmetikumok, ezek elég lassan indultak el, ugye volt egy-két nagy csőd még valamikor a század elején, kicsi volt a részesedése ennek a szektornak, ezek a gyorsan mozgó árucikkek, és most a pandémia itt is egy óriási változót hozott, és talán a leggyorsabban fejlődő szektor az FMCG szektor volt. Tehát itt Magyarországon egy ugrásszerű növekedés volt, de szerte a világban úgy szintén. Nem voltak még egy meghatározó fejlesztések az elmúlt két évben? Hát voltak fejlesztések, ezt a csomagautomatás rendszert említettem, ugye a mobil fizetési rendszer, hogy mobil eszközökkel, nem csak telefonnal, hanem órával is lehessen fizetni, ez mindenképpen. Ugye az FMCG szektorban megjelentek a dark store-ok, tehát azok a lerakatok, azok a logisztikai pontok, amelyek úgy néznek ki, mint egy bolt, esetleg vásárolni is lehet bennük, de igazából azt szolgálják, hogy minél gyorsabb legyen a kiszolgálás, és megjelent az, hogy egy verseny indult be a kiszolgálás sebességét tekintve. Tehát most már, hogyha ételt rendelek, ebédet rendelek, akkor szinte percekben lehet mérni a kiszolgálásnak a sebességét. És ugye ez úgy nekem, mint vevőnek, ez nagyon jó, meg nagyon szeretjük, de emögött nagyon komoly logisztikai és egyéb fejlesztések van. A magyar szereplők főként a magyar piacon voltak erősek. Külföldre sikerült terjeszkedni magyar szereplőknek? Az én személyes véleményem az, hogy ez még egyelőre egy gyenge pont. Lehet, hogy másoknak erről más lenne a véleménye. Ugye azt látjuk, és ez egy teljesen egyszerű dolog, hogy az európai piac az nagyon szabdalt, pláne itt ez a közép-kelet-európai piac, kis országok vannak, kicsi piacokkal, és aki növekedni akar, az előbb-utóbb beleütközik az ország határba. Tehát egy csomó e-kereskedő rá van kényszerítve arra, hogyha valóban tartani akarja a növekedési számait, akkor ki kell menni külföldre. Én egyelőre úgy látom, hogy ez egyes más országoknak jobban sikerül, mint nálunk. Tehát, hogyha valamilyen programot lehetne itt hirdetni a szövetség számára, akkor az egyik programpontom ez mindenképpen ez, hogy külföldre kell menni, külföldön kell terjeszkedni, nemzetközi cégeket kell építeni, annál is inkább, ugye, mert a külföldiek viszont erősen jelen van. Tehát akkor cél a nemzetköziesítés. Cél a nemzetköziesítés, ki kell menni külföldi piacokra. Ugye maga a rendszer a természeténél fogva országhatárok nélküli. Tehát nincs olyan probléma, hogy igazából itten beszorulna az ember egy országon belülre, de hát ugye meg kell ismerni a külföldi piacokat, beszélni kell a nyelvet, meg kell csinálni a weboldalakat, a logisztikát meg kell oldani, és így tovább. Tehát egy csomó beruházás, csomó fejlesztés igényel ez, de elkerülhetetlen, hogy ezen a téren is történjen valami. És melyik iparágokban várható ez a külföldi terjeszkedés? Hát itt ez egy jó kérdés. Nagyon sok olyan terület van, ahol olyan árucikkek vannak, olyan árucikkek forognak, műszaki cikkek például, amelyek igazából nemzetköziek, nagy multinacionális cégektől származnak. Valószínűleg
lehetőség nyílna arra, és erre a kérdésre nem olyan egyszerű válaszolni, hogy megtaláljuk azokat a réspiacokat, ahol egy magyar cégnek valamilyen előnye van, és valami olyasmivel jelenhet meg, ami az országhoz kapcsolódik, és akkor természetes, hogy akkor ebben a tekintetben egy magyar céget választok. Nagyon nehéz úgy versenyezni egyébként, hogy én ugyanazokat a cikkeket, ugyanazokat a világmárkákat kínálom, mint bárki más, akár szomszédos országban, akár még távolabb. És van információnk arról, hogy mik lehetnek ezek a piaci rések? Hát én nagyon örülnék, hogyha a magyar mezőgazdaságban e tekintetben komoly fejlődés lenne, tehát például a magyar élelmiszerek közül szerintem van jó pár olyan, ami valóban számíthatna nemzetközi sikerre. Azt hiszem, hogy például a szoftvertermékek tekintetében ugyanígy állunk, tehát elég jó szoftverfejlesztőink vannak. Van, aki ezt besorolja az elektronikus kereskedelemben, van, aki nem, ugye, mert ezt nem annyira webshopokban szokták árulni. De nekem ez az igazi elektronikus kereskedelem, amikor az áru maga is elektronizált. Tehát lehetne olyanokat találni, lehetne olyan szektorokat találni, ahol Magyarországnak lehetnek előnyei. Ilyenek jutnak eszembe, például logikai játékok, tehát a játékoknak a világa, az élelmiszeripart mondtam. Műszaki cikkekben már nagyon nehéz versenyezni. A magyar szabályozási környezet segíti ezt? Mert tudnál néhány gondolatot megosztani erről? Hát a magyar szabályozási környezet szerintem az a lényeg, hogy ezt a külföldi terjeszkedést, ezt a növekedést, ezt ne gátolja. Míg a kezdetén elég komoly harcokat kellett vívni annak érdekében, hogy volt egy ilyen szabály, hogy a neten csak az kereskedhet, akinek valóságos tégla és habarcsboltja is van, és aztán ez a szabály igazából megszűnt. Ugye itt Európai Uniós tagok vagyunk, tehát ebből a szempontból igazából jelentős korlátok nincsenek. Szerintem nyugodtan ki lehet menni külföldre, a külföldiek is jönnek Magyarországra, de egy csomó feltétel, a piacismerettől kezdve, ugye a nyelvtudáson át, a helyi cégeknek a kiépítéséig egy csomó feladat van. Én nagyon örülnék, hogyha minél többen vállalkoznának ilyen kalandokra. Rálátok a magyar kereskedelmi trendekre? Milyen egy átlagos magyar vásárló? Mi mozgatja őt? Hát az átlagos, annyit tudunk például, hogy az átlagos magyar vásárló egyre öregebb. Tehát nincs már szó arról, hogy az online piac az a fiataloké lenne, tehát növekedett a vásárlóknak az átlag életkora. Látszik az, hogy az idősebb korosztályok is egyre inkább beléptek erre a területre. Tehát ez például egy nagyon fontos trend. Az látszik, hogy aki kipróbálta, az egyre többször rendel. Tehát Magyarországon az elmúlt évben, itt nem biztos, hogy pontosan emlékszem a számokra, de körülbelül 70 millió megrendelés történt elektronikus kereskedelemben, ami hogyha kiszámoljuk, hogy hány lakosa van az országnak, abból hány csecsemő van, hány olyan ember van, aki életében még számítógéphez nem jut, akkor ez már egy tisztességes mennyiség. Tehát valahol most ott tartunk, hogy akik rendelnek, azok már egyre inkább havonta többször rendelnek, tehát az egy rendelést ezt mindenképpen meghaladja. Ugye Magyarországon van körülbelül 6 millió internet használó, ebből nagyjából 5 millió az, aki rendel a neten, tehát ez az ország lakosságának lassan több, mint a fele. Tehát ez a terjeszkedés, az, hogy újabb korosztályok lépnek be erre a piacra, ezek mindenképpen masszív trendek. Ugye ahogy a pandémia jött, ugye egyes szektorok fellendültek, most van egy visszarendeződés, tehát vannak olyan szektorok, amelyek visszaálltak egy korábbi alacsonyabb szintre, nem teljesen a régire, de van valamennyi visszaesés, és vannak olyanok, amelyek megtartották az előnyüket. Tehát az FMCG-ben nagyon szépen látszik a növekedés, de nem tudom, hogy bútorkereskedelemben valamelyest csökkenés tapasztalható. Tehát a bútort mégiscsak meg szoktuk nézni, mielőtt megvásároljuk. És mennyire voltak fontosak az előrejelzések? 2020 elején beszéltünk arról, hogy lesz egy nagy fellendülés, majd valamennyi kora visszaesés. Hogy ezek az előrejelzések nagyjából pontosak voltak? Én ezzel nagyon óvatos lennék, ugye, mert ugye az igazi nagy pandémiás év az 2020 volt. Tehát amikor fizikailag bezártak a boltok, és nem lehetett boltokban vásárolni, tehát ez egy nagyon különleges év volt. Ugye 2021-ben ilyen probléma már nem volt, de szerintem amíg az emberekből kimegy az a félsz,
hogy ha elmegyek egy boltba, és ott sorba kell állni, és ott sokan vannak, akkor esetleg valami bajom lesz. Ehhez mindenképpen idő kell, de ugye meg van ezzel szemben egy másik tendencia, hogyha már kipróbáltam a pandémia idején, és láttam, hogy meg tudom tanulni, láttam, hogy működik, láttam, hogy kioszta a futár, láttam, tapasztaltam, hogy könnyedén tudok fizetni, éreztem, hogy ez az egész egy kényelmes dolog, akkor megmaradok ennél. Tehát szerintem az, hogy lesz-e visszaesés, visszarendeződés, megmarad-e ez a nagy lendület, ugye, ami a pandémiaén bekövetkezett, vagy pedig visszamegyünk a korábbi időszakra, amikor szintén elég szép volt a növekedés. Ehhez még kell egy-két csendes év, tehát el kell tűnni valóban a járványnak. Én nem tudom, hogy eltűnik-e. Tehát nagyon félek attól, hogy szeptembertől, ősztől ismét itt lesz, és nem tudjuk, hogy ennek milyen következményei lesznek. És milyennek látod az e-kereskedelmi jövőjét? Az e-kereskedelmi jövője szerintem mindenképpen pozitív. Most már, amennyire én tudom, hogy a világnak abban a részében, amelyre rá lehet látni ebből a szempontból, a 20% körüli a részesedése. Magyarországon ez még 10% körül van, tehát látszik, hogy nekünk még elég jelentős fejlődési lehetőségeink vannak. Ami szerintem eléggé egyértelmű a jövő szempontjából az, hogy ez a két világ, hogy vannak a hagyományos boltok, és vannak az online boltok, ez egyre jobban közelít egymástól, és egyre kevésbé megkülönböztethető. Tehát én egyre kevésbé szeretem az, bár ugye furcsa, ugye egy egyesület elnökeként ezt mondani, hogy van elektronikus kereskedelem, sokkal inkább az a helyzet, hogy van kereskedelem, ami egyre több részében elektronizálódik, és a hagyományos kereskedelem, annak ellenére, hogy megmaradnak a boltjai, az közelít az elektronikushoz. Tehát régen, ha bementem egy könyvesboltba, és nem volt ott meg az a könyv, amit kerestem, akkor ott álltam teljesen tanástanul. Most, ha bemegyek, ugye akkor egy számítógép fogad, sok esetben már a bejáratnál meg lehet nézni a raktárkészletet. Velem is többször megtörtént már, hogy a boltban nem volt ott, de megtalálták, hogy melyik raplapon van éppen ugye hátul a raktárban, vagy azonnal megkérdezték, hogy nálunk nincs, rendeljem-e meg a másik könyvesboltból is idehozzák. Tehát ugye annak ellenére, hogy itt bolti kereskedelemről van szó, látszik, hogy ez is elektronizálódik. Az internetes kereskedelemben pedig van egy ugyanilyen közeledés a hagyományos boltok felé. Tehát egy érdekes kérdés az, hogy ez a sokat emlegetett metaverzum, ez igazából mi lesz, és szerintem hosszú távon valami olyasmi, hogy felteszek egy szemüveget, vagy magamra teszek egy sisakot, és onnantól kezdve teljesen úgy érzem magamat, mintha egy boltban mászkálnék, és ott néznék körül. Tehát igyekszik megadni a képernyős megközelítés helyett, hogy a valóság élményt is igyekszik megadni az elektronikus kereskedelem. Vagy a kozmetikumoknak a piacán olyan érdekes, hogy ezt a kibővített valóságot hogyan használják, hogy a mesterséges valóságot hogyan használják. Tehát a két szféra közelít egymáshoz, valahol középen találkozik, és egyre kevésbé lehet majd, szerintem néhány év eltelik, egyre kevésbé lehet feltenni ezt a kérdést, hogy melyiknek mekkora a részesedése. Mert nem tudjuk pontosan, hogy a határvonal hol van, és ki van az egyik oldalán, és ki van a másik oldalán. Van Magyarországon ilyen szereplő, aki a metaverzumban már befektet? Én szerintem van, ugye annál is inkább, mert itt vannak a nagy multinacionális cégek, tehát látszik, hogy most ez egy sláger téma, de ugye a metaverzum egy olyan dolog, amiről nagyon sokat beszélünk, de senki sem tudja pontosan igazából, hogy mi ez. Az biztos, hogy ez a kiterjesztett valóság, ugye a mesterséges valóság, ez már létezik, ennek megvannak az eszközei, és szerintem ha igen komoly pénzeket fektetnek ebbe a területbe, és nagyon komoly cégek, ugye nem akarok itt neveket mondani, hogy ne legyen ebből reklám, óriási tőkét fektetnek ebbe a területbe, akkor ez előbb-utóbb egész biztos, hogy az elektronikus kereskedelem is nagyon masszívan meg fog jelenni. A metaverzumon kívül milyen egyéb izgalmas digitális fejlesztések vannak most ezen a területen? Hát mindenképpen a fizetések területén van, most éppen a bankszövetséggel kezdtünk beszélgetni arról, hogy igazából az elektronikus fizetések területén mi a csoda fog történni. Ugye az is érződik, hogy egyre nagyobb jelentősége van az adatokkal való gazdálkodásnak, tehát az elektronikus kereskedelem világa az a big data világa, minden egyes kattintás, minden egyes mozdulata az internetes boltban, ugye ezen a pályán, a vásárlási pályán az adat.
az, hogy ki mit tud kezdeni ezekkel az adatokkal, az egy nagyon izgalmas kérdés, és egyre inkább versenytényezővé válik, hogy akkor magas szinten, szofisztikáltan tudjam elemezni ezeket az adatokat, és akár lemenjek odáig, hogy a korábbi piacszegmentálási rendszerem helyett most már egy embert tekintsek egy piaci szegmensnek. Tehát megjelentek az egyszemélyes piaci szegmensek, és ezek mögött ugye nagyon-nagyon kifinomult adatfeldolgozási technikák és technológiák vannak, azok mögött pedig hatalmas adatbázisok. Milyen tanácsot tudnál adni azoknak a vállalatoknak, akik most kezdenek bele az e-kereskedelmi útjukba? Hát aki kicsiként kezdi, azoknak azt tanácsolnám mindenképpen, hogy keresni kell valamilyen különleges versenyelőnyt. Tehát ezen a területen egyre többen vannak, és hogyha az ember nagyjából ugyanazt csinálja, mint a többiek, akkor úgy eltűnhet a szürke tömegben. Vannak bizonyos alapfeltételek, amelyeket teljesíteni kell. Tehát jogszerűen kell működni, különböző fizetési lehetőségeket kell felkínálni, különböző áru átvételi módokat kell felkínálni. Ugye ezek a vásárlási folyamatok, a kosár, a fizetés, az egyre inkább szabványosodik. És ami szabványos, és meg is kell maradni a szabványoknál, mert különben eltéved a vevő, és nem érzi magát otthon, az egyre kevésbé ad valamilyen versenyelőt. Tehát aki most kezd bele, annak mindenképpen azt a tanácsot adnám, hogy keressen valami olyasmit, ami a vevőnek fontos, ami különleges, és ami megvédhető. Ugye lehet ez különleges minőségű áru, lehet valamilyen különleges szállítási feltétel, lehet valamilyen különleges gyorsaság ugye a kiszolgálásban, de mindenképpen célszerű találni valami ilyesmit, különben ugye a régi mondás szerint a következő bolt az egy kattintásnyira van, és mennek tovább a bevők. Melyek azok a gátló tényezők, amik nem engedik, hogy tovább és gyorsabban nőjön az e-kereskedelem? Hát én őszintén remélem, hogy ilyen egyre kevesebb van. Korábban a legnagyobb gátló tényező az volt, hogy Magyarországon még elég nagy tömegek voltak, akik nem interneztek, nem volt meg a digitális műveltségük. Szerintem ami látszik az, hogy digitalizálásban még mindig le vagyunk maradva. Tehát van ez a bizonyos, ugye én úgy szoktam emlegetni, hogy DESI index, egy ilyen Európai Uniós index, amíg a digitális gazdaság és digitális társadalomnak az index, egy ilyen több tényezős index, és hogyha megnézzük a friss jelentéseket, akkor azt látjuk, hogy Magyarország valahol a végén kullog. Tehát a digitalizálásban le vagyunk maradva, márpedig ugye digitalizált rendszerek nélkül, hogyha egy cég maga nincs digitalizálva, akkor nem sok esélye van az elektronikus kereskedelem területén sem. Tehát szerintem előre kell lépni, főleg a kis és középvállalatok körében, a nagyoknál ezek a problémák már általában megoldottak, de a kicsiknél és a közepeseknél még rengeteg teendő van ebben a tekintetben. Az embereknek a hozzáállása, ugye az attitűdjei szerintem egyre kevésbé jelentenek akadályt, és ebben a pandémia, erről beszélgettünk, egy nagyon komoly ilyen gát átszakító tényező volt. Mi a szerepe a közösségi médiának az e-kereskedelemben? Közösségi média, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye amikor még indultunk valamikor az ezred fordulón, akkor a reklámozásnak, a kommunikációnak az volt az alapmodellje, hogy van egy vállalat, és akkor az rányomja az információt a vevőkre különböző csatornákon, és ugye volt egy mondás, hogy a marketingre kidobott, vagy a marketingre folytott pénznek az 50%-a az kidobott pénz, csak nem tudjuk, hogy mely. Tehát volt egy ilyen központi modell, nem csak a kereskedelemben, hanem a médiában is, hogy vannak ezek a központi szereplők, és ezek nyomják ki az információt, nyomják ki a híreket, nyomják ki az árucikket az embereknek. Megjelent a közösségi média, és emiatt ez a tér, ez egy nagyon sok szereplős térré vált. Tehát most, amikor valamit reklámozok, a kommunikációmat szervezem, akkor figyelembe kell vennem azt is, hogy nem csak én küldök üzeneteket, hanem a vevőim, az ügyfeleim, a partnereim, az ellenségeim, azok mind-mind kapcsolatban állnak egymással. Tehát egy nagyon sok szereplős játék van, amiben nagyon nehéz eligazodni, sokkal nehezebb befolyásolni ezt a teret, mint korábban, de mindenképpen foglalkozni kell vele, tehát e tekintetben is ki kell alakítani valamilyen stratégiát. Ugye teljesen természetes, hogyha valamilyen komolyabb árucikket meg akarok vásárolni, és most akkor itt nem egy fogkefére gondolok, hanem mondjuk egy hifi toronyra,
akkor körülnézek, és elkezdek véleményeket keresni, körülnézek a közösségi médiában, megnézem, hogy milyen vélemények hangzanak el. Ugye ezzel kapcsolatban is nemrég szabályozási változások történtek, ugye, mert a véleményeket lehet befolyásolni, olyan emberek is véleményeket mondhatnak, akik igazából az árucikkel sosem találkoztak, és volt egy szigorítás e tekintetben, de egy nagyon sok szereplős, hálózati jellegű, nehezen befolyásolható térré vált ez az egész. Változtak a vásárlói szokások az elmúlt 2 évben? Az elektronikus kereskedelem tekintetében. A legnagyobb változás az volt, hogy ugye az emberek rászoktak erre, rászoktak arra, hogy élelmiszereket is lehet vásárolni, FMCG-t is lehet, FMCG cikkeket is lehet vásárolni. És azt hiszem, hogy mindenképpen számolni kell azzal, hogy a verseny miatt az, hogy sok lehetőség van, az emberek egyre inkább igényesebbek lettek. Tehát most már, nem tudom, egy késedelem, vagy hogyha csak annyit mond a cég, hogy csütörtökön szállítok, de nem mondja meg, hogy reggel 7 és este 7 között vajon mikor, ez már egy nagyon negatív tényező. Tehát hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy nagyon jó kiszolgást kapnak, és ezt el is várják. És azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy fontos változás. Tudnál mesélni, hogy milyen cégek tagjai az e-commerce Hungary-nek, és hogy milyen előnyökkel jár a tagság? Hát vannak, ugye mondtam, hogy vannak vállalati méret szerint tagolt tagozatok, vannak kicsik. A kisebb cégeknél nagyon fontos az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tudásnak a terjesztése. Ugye az a munka, hogy megmutassuk, hogy ez működik, hogy megtanítsuk, hogy itt igazából mit kell csinálni, megtanítsuk azt, hogy itt milyen jogi és etikai szabályok vannak. Ugye a kicsik sokan vannak, tehát sok ezer szereplő van ezen a területen. A középmezőnyben szerintem a nagy kérdés a további növekedés. Tehát ott már tapasztaltad, nagyobb cégek vannak, de én nagyon remélem, hogy a középmezőnyből néhányan vagy minél többen igazából ki fognak válni, és a méretnagyság tekintetében elkezdenek emelkedni, és kimennek valóban külföldre minél többen közülük. Vannak pozitív eredmények, de azt hiszem, hogy itt még sok mindent lehet tenni. A nagyok azok egyre inkább gyakorlottabbak. Náluk egy alapvető kérdés az érdekvédelem. Ugye, és akkor ez már nem csak országos szinten, hanem európai szinten megy is. Szerintem az Egyesületnek az egyik legfontosabb előnye az, hogyha valaki belép az Egyesületbe, akkor hasonló problémákkal küzdő, hasonló megoldásokat kereső emberekkel találkozik. És látom, hogy nagyon szereti a tagság a tapasztalatcseréket. Tehát vannak nekünk is konferenciáink, vannak tavasszal nagy konferenciáik, vannak meetupok, összejövetelek. Ugye még a pandémia előtt ezek személyes összejövetelek voltak, tehát általában valamilyen sörözéssel is összekapcsolódott ez az egész, de mindig voltak szakmai előadások is. Tehát ez a fajta tapasztalatcsere, hogy valakivel megbeszélhetem azt, hogy ő ezt vagy azt a problémát hogyan oldja meg, logisztikai problémáit hogyan oldja meg, számlázással kapcsolatos problémáit hogyan oldja meg. Ugye visszaküldéssel ez egy örök probléma az elektronikus kereskedelem, vagy mi van a visszaküldéssel, ezt a problémát hogyan oldja meg. Nagyon fontosak ezek a tapasztalatcserék. Ugye korábban az Egyesület közhasznú egyesület volt. Tehát ez a népszerűsítő, evangelizáló szerep volt előtérben, most erőteljesebben jön be a képbe az érdekvédelem. És úgy fogalmaz az alapszabály, hogy az elektronikus kereskedelem valamennyi szereplője érdekeinek a védelme, ugye, ami nem csak a webshopok vannak, tehát hogyha valamilyen érdeksérelem van, akkor a szövetségnek, az egyesületnek fel kell lépnie. Rendben. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt az összes és nagyon hasznos információt, és nagyon szépen köszönjük a Digital Talks nézőinek is, hogy megnézték az a mai adásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen.